Megyünk is, úgyhogy is itt vannak a kutyusok is. Jaj, mindig örülünk, hogy a kutyusok érkeznek hozzánk. Szervusztok! Szervusztok! Sziasztok. Na hát, sütit már ismerjük. Süti. Menjél föl, gyere! Tudom, csak hogy... süti! Ah, de jó! Én is tudom, hogy volt-e már itt pórázon kutya veled? Talán egyszer volt már, igen. Ő 3 napja van velem, és pont azért is... Pont azért is őt választottam, hogy elhozom magammal, mert hogy még nekem is tanulnom kell tőle. Aha. Hát, tehát hogy akkor itt már rögtön ki is derül, hogy azért itt van egy ilyen igen. Oda-vissza viszony. Abszolút. Mekka? Hogy te is tanulsz tőle, és akkor ez végül is, mert ugye ez a felvetésünk, hogy akkor a kutya, mint a tudatosság kapuja, ennek ez a lényege, hogy oké, nem csak az, hogy magunkhoz veszük a kutyát, és olyanra formáljuk, amit akarunk, hanem a kutya is formál minket. Gyere. Abszolút, gyere, süssük, gyere fel, úgy ügyes vagy. Én azt tapasztalom, hogy ahhoz, hogy az adott probléma, ami a gazdával felmerül, azt ő érdemben és tartósan meg tudja változtatni, ahhoz neki magán is változtatni kell valamit. Ez a böködés, igen. Igen. Na adjál már még, igen. Mit csinálsz? Az igazság, hogy én pontosan tudom, mikor akarok adni, igen. És a gazdák mondjuk itt szoktak elvérezni, mert hogy cuki. Igen. Szerintem nem cuki, továbbra sem. Szerintem cuki, de hát attól még ellen lehet állni. Igen. Szóval hogy az a feltételezés, hogy kialakul egy probléma a kutyával, és abból a rendszerből, ami azt kialakította, abból képesek megváltoztatni, azt szerintem tévedés. Tehát valamit meg kell haladnia. Igazából saját magunkat kell először megváltoztatni, igaz? Megérteni, igen. Hogy miért jutottunk oda. Így. Miért fontos az nekem, hogy követ a lakásba, az jó? És akkor ilyen kérdéseket én szoktam feltenni foglalkozásokon, hogy az neked mit okoz, hogy a lakásba sétálva ő folyamatosan megy utánad, az neked jó, valóban jó? Vagy az a kutyáról szól, vagy rólad szól? Ő fontosabbnak érzi magát engem, úgy szeret a kutyám, hogy mindenhol neki... követ. Ja, kutyaiskolában egyébként ezt láttam, hogy a kutya oktatóknak egy csomószor a legnagyobb meló egyébként a gazdával van. Tehát mindig. Tehát, hogy így látom mindig. A fejükön is, hogy oké, okay, jó, ez nem lesz könnyű. Gyere, ügyes vagy. Az a helyzet, hogy a kutyák azért általánosságban jók. Szóval ezt én nagyon szeretem hangoztatni, hogy a kutya jó, a gazda meg létrehozza a problémát. Amire a kutyának persze van hajlama, és ketten vannak ebben a hajóban, csak ő nem tud magától változni. Tehát az a helyzet, hogy ő csak reagál a mi változásunkra. Megki? Gyere gyorsan, üljél le. És ő mondjuk a 3 nap alatt, ami a már észlelhető változás, is ő egy gazdakereső kutyus, Mekka? Egy gazdakereső kutyus, és a korábbi gazdájától került vissza. Egy gazdakereső kutyus. Mert hogy nem nagyon tudtak vele együtt élni, 9 hónap alatt nem tudták kialakítani azt, ami akár a kutya, akár a család számára. Mekki? Ügyes vagy. Élhetővé váljon, és az örökbeadó szervezettel Mekka? Köszönöm szépen, nagyon ügyes vagy. Üljél le. Úgy. És hát az örökbeadó szervezet most, hogy kérte, vagy adták, én ezt nem szoktam firtatni, engem a szakmai részébe vontak bele, hogy valamit csináljunk vele. Divatos szóval ő egy tipikusan reaktív kutya, tehát minden is, mint látjátok, minden is érdekli, és ügyes vagy, Mekka. Nagyon ügyes vagy. És hát az, hogy ő majd a figyelmével tudjon tartósan valami felé egy irányban, nagyon ügyes vagy. Tök jó. Kitartóan figyelni, azért az egy feladat lesz. Hogy tudod erre kondicionálni a kutyát? Mert vannak erre gyakorlatok. Most is ezt csinálod, nem? Mert gyakorlatilag most is ezt tanítod neki folyamatosan, hogy itt vagyunk, te beszélsz, és ő akár mit csinál, akkor is végig fogod mondani a mondatodat. Nem kell, ügyes vagy. Igen, és mindeközben arra is igyekszem figyelni, hogyha én izgatottá válok, és befeszülök, hogy úristen, ő most mit csinál, és világvége, az biztos, hogy nem segít neki. Igen. Mondanám azt, hogy a légzésemre figyelek. Aha. Ugye ezt szokták a mindenféle igen. Keleti tanok is hangoztatni, hogy a légzés megfigyelése és a légzés szabályozása az mennyire nagyban hozzájárul a belső állapotunkhoz, és nekem is a nyugalmamat kell megőriznem, mert ha én is fölvenném ezt a fajta viselkedést, amit ő, ugye, de ügyes vagy, ha, de jó. Szuper. Hát ez lesz most a végszó, hogy nagyon ügyes vagy. Tehát nagyon ügyesen eljutottad a kutyáig, mert sajnos most erre egy idő volt, de ez egy gyönyörű gyakorlat volt. Köszönjük szépen. Rendben. Folytatjuk. Minden jót nektek. Okay. Hát folytatjuk. Pár perc múlva. A reklám.
Folytatjuk tovább a Spektrum Home magazint Sütivel és Bekkával, hát Mekka most éppen és Csikos Gáborral. Igen, és Csikos Gábor, hát igen, de hogy őt már az elején felkomparáltuk, de a kutyákat még nem neveztük a nevükön. Szóval ott tartottunk a beszélgetésben, hogy ugye ez a mi személyiségfejlődésünk valójában, amit a kutya visszatükröz. Én azt láttam meg így a sok képzés mentén, hogy náluknál tisztább visszajelzést nincs az a tréner, aki tud adni. Tehát te ránézel mondjuk valakinek a kutyájára, és már is szinte mindent tudsz a gazdájáról? Nem egészen így van, de hogy mi az, ami számára fontos, vagy milyen viselkedésekkel engedékenyebb, az könnyen megmondható. Egészen egyértelműen, és ebben az önismereti útban, Mekka? Ebben az önismereti útban ők másodpercről másodpercre adják a visszajelzést. Jó dicséreme, jókor dicséreme, ha esetleg valamit nem... Az nem jó ötlet volt, gyere. Hopp, csinálj egy ilyet. Új, de ügyes vagy, szuper. Hogy akár csak a belső állapotomra is visszajelzést, tehát hogy én most mennyire vagyok izgatott vagy nem izgatott, vagy akár munkahelyi, családi, bármilyen dolog miatt dühös vagy indulatosabb, vagy szóval én azt gondolom, hogy egy ideális világban ez a kutyával szemben nem megengedhető, hogy az én terheimet rakom oda a kutyára. Nagyon jó antennáik vannak arra, és megérzik akár csak egy párkapcsolati civakodást, egy munkahelyi problémát, amiről én még nem is feltétlenül tudom, csak be vagyok feszülve. Két napja ugat a lakásban, és nem történt semmi. Megbolondult ez a kutya. Igen, szokták ezt mondani, nem kell meg. Már mi is síkidegek vagyunk a kutyától, közben előbb voltunk mi síkidegek. Pont így. Én a kutyázásnak a mondjuk úgy a sport részébe kevésbé vagyok motivált, és bár sok minden sportoltam a kutyáimmal, de engem a viselkedés, ami sokkal inkább izgat. És amikor még jártam vizsgázni versenyekre, hát hogy is mondjam, nevezzük az edzőmnek, akkor 50%-ot elértem, akkor nagyon megdicsért. Mert ebben a részében valahogy én nem tudtam azt a kellő nyugalmat megadni a saját kutyámnak, és mindent tudott. Annyira akartad, hogy csinálja meg tökéletesre, hogy nem tudtátok? Elvárásból dolgoztam, és nem a munka öröméért. És majd lesz olyan időszak, amikor a saját kutyámmal ebbe újra bele fogok csapni, de akivel ezt én elkezdtem, ő sajnos a nyáron elment, el kellett altassuk, 12 és fél évesen, és várom azt a kutyát majd a sok egyéb kutya mellett, akivel ezt én nagyon szeretném, hogy egy újabb ilyen folyamatba bele tudjak csapni. Mekka? Ezt akartam kérdezni, nyilván ezért van az, hogy ez nagyon fontos, hogy milyen az a kutya, nyilván nagyon, van, aki erre ideálisabb nagyon, nagyon. És ugye a tudatos kutyaválasztás azt jelenti, hogy tudom, mit szeretnék, és mire vagyok alkalmas. Nem kell. Mekki? Ez szerintem nagyon fontos kulcs része a dolognak, hogy a legtöbb gazda, erről már máskor is beszéltem, nem tudja, hogy mit akar, igen, anyos, milyen kutyát akar. Meg lehet menteni, és az nagyon jó nekem. Szóval, hogy na, ez ilyen érdekes kérdés. Én pontosan tudom, milyen kutyával és mit szeretnék csinálni, és ahhoz még szabad időt kell magamnak is felszabadítsak, mert szerencsére azért kutya van körülöttem, nem is kevés. Meg álljál meg. Ügyes. Egyetlen egy dolgot még itt a végére, hogy itt pont az őszi depresszióról beszéltünk egy kicsit, és aztán itt adáson kívül beszélgettünk a kollégákkal, hogy azért a kutya ebben nagyon jó, mert nem hagyja az embert belesüppedni ebbe. Tehát aki például nagyon borongós hangulatban van, annak azért, ha nem ezért, de mondjuk segíthet egy kutya, ugye? Hatalmas segítség lehet. Én sajnos dolgoztam olyan gazdával, aki erre használta a kutyáit, és ebbe a kutyák kellően bele is betegedtek, tehát hogy a kutya képes arra, hogy adjon ilyen támogatást. Nem lehet ez a fő célja. Hát, az nem érzem korrektnek a kutyával szemben. Igen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Innen folytatjuk majd még szerintem ezt a beszélgetést sokat, mert hogy... Mindig örülünk, hogyha jössz, igen. Igen. Neked is, és az összes kis pajtásnak, akit hozol magaddal. Igen.